Na, hogy le vagy nyűgözve? Jó reggelt a kívánok, ha lejjebb halkítom, mert le fognak tiltani. Leveszik a hangot. Jó reggelt, Mátika. Marikám, csókollak, szép napot. Nyicoskám, szép napot, Máté néni, úgy, hogy mondod, anyukám. Megértük a mai reggelt is. Ennyi erővel, tudod, lehetnénk a farkasréti temetőben is, vagy bár akárhon. Pota kívánok a Dániel, pota kívánok a jó reggelt mindenkinek. Timikim, jó reggelt, csillagbogaram. Na, hogy aludtatok? Minden érdekel. Széklet, vizelet rendben volt, remélem. Mindenki a kávén túl van, én most iszom. Picit elaludtam, de nem nagyon. Fél órácskával aludtam többet a szokásosnál. Jó reggelt, Mártika. Kis Ágnes, jó reggelt, drága. Ma van az 54. szülinapod, Zsuzsanna Botos. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Zsuzsi, happy birthday to you. Na, ne röhögjél, ma melyik röhögött. Szép jó reggel, drága Márti néni, szívviként csókollak. Jó reggel, Márti néni, kisemmel, gratulálok. Neped búl készít minden nap, biztos. Nem tudtam elolvasni. Jó reggelt, szép napot. Szia, Mártika. Jaj, lehetnék. Mi lehetnék? Mi lehetne? Tűzoltó, katona, vadakat terelő, juhász. Mi szeretnél lenni, lelkem, virágom? Márti néni puszi, Angélám, csókollak, füttyös Rigó, ez az. Volt egy néni, emlékszem rá. Mentem Hegedű órára a Blaháni utcából a Battyányi utcára Debrecenbe, és ott a színház előtt kellett elmennem. Akkor felléptem a debreceni színháznak, van egy ilyen betonál, most már ilyen nagy magas szar, régen kis alacsony volt. Azon átmentem, egyensúlyozva, Hegedű tokkal a kezembe, és mindig fütyültem. És oda jött egy néni, és mondta, hogy amikor fütyülsz, sír az angyalod. Számat befogtam, megyek haza, mondom, te papa? Igen. Figyelj már, tényleg sír az angyalom, ha fütyülök? Ki mondta? Mondom, egy néni az utcán. Hagyjon már engem békén a hülye kérdéseivel. Na, így kilettem okosítva apám által. Azóta is fütyülök. Jó reggelt, Márti néni. Balogh, ti mi jó reggelt? Jó reggelt, poppantás, drága Mátika, Ibikém csókollak, szép napot kívánok Bécsből. Pál Anna, Anna Mari, szevasz anyám. Jó reggelt, Márti, már a régebbi videót néztem, úgy hiányzott. Anyukám, hát tegnap nem voltam egyedül, hagyjam, de tegnap is voltam reggel, ne idegesítsél már. Hát gondold, reggel, testig itt fogom ezt a telefont, azt itt ugatok, hagyjam. Drága Márti, én mindig feldobja a napom, üdv, Erzsébet a boltos lány. Jó reggelt, Mátika, jó reggelt. Isten áldása mindenkinek. Úgy, hogy mondod, drága, rám fér. Szép reggelt, kedves Mátika, szép reggelt. Jó reggelt, Mátika, jó reggelt kívánok, Évikém. Bárcsak nekem is énekelne, Márti néni. Balogné. Mit énekelhetnék én neked? Ó, jaj, Seri. Együtt könnyebb, sokkal könnyebb. Sőj. Adjám. Szép öreget, Márti néni, csodás napot. Mindenkinek azt kívánom. Csodás napot, Mártika, Popi, Popi csillagom. Volt unokázás tegnap, nem voltam jó paszba. Valami, nem tudom mi. Szerintem én, van olyan, hogy lisztérzékeny valaki? Biztos van mi. Hát, ha nincs, akkor most én vagyok az első, akinek van. Én nem szabad ilyen pogácsákat, meg ilyen szarokat ennem, te. Nem szabad. Én olyan beteg lettem, mint a dög. Este bevettem 2 bilagitot. Anyámtól tanultam. Bilagit, az a bélre jó. A dipankrin a gyomorra. Majd én csinálok a Richternek reklámot. Anyukám, nem mondom, hogy nem rezgett a paplan éjjel, mert akkor én hazudnék. De rezgett.
Mára semmi bajom. Ne. Szép napot kívánok Hajdú-Bihar megyéből. Kriszikém, csókolom, drága. Köszönöm, drága Balogné, így teljesüljön minden álmod. Pupi, szép reggelt, Katikám édes. Jó reggelt, Márti néni, jó reggelt. Várom a Tesco-t, mert holnap jön a kis családom, a lányom, a vejem, a két darab saját kis unokám, a kettő, és csinálok egy húslevest, mert nagyon húslevesesek. A gyerekek, a felnőtteket nem érdekel, esznek, amit találnak, de hát nyilván nekik is főzök. Katalin Barta szeretne szerepelni. Mit szeretne Katalin, drága? Írja le, és akkor eldöntöm, hogy igen-e vagy nem. És igen, húslevest csinálok, meg kacsát sütök, mert azt nagyon szeretik a gyerekek, a kacsahúst. Szép napot, drága Mártika, én is épp kávézok, cigizek. Nagyon helyes, gyújtsunk rá. Hát a rák is egy élő lény, adjunk már neki esélyt. Csodás reggelt, Márti néni, millió puszi tündi. Melvergöbel reggelt, Márti néni, azaz. Melegebb? Mínusz 5 van. Gluténérzékenység. A vagyok én gluténérzékeny? Na, akkor a vagyok én. A hülyeségre van már valami szó, hogy a hülyeségre milyen érzékenység van? Kutyák jól vannak, de hogy már sétálnak. Marikám, már sétálnak, anyám. Felhívott ez a Dinnye Vince reggel otthonról. Ibi. Figyelj már. Mondom, Mária, mi történt? Nem szokott ő komoly lenni. Mindig röhög, mint a vadalma. Mondom, mi van? Azt mondja, nem érzek szagokat. Hát mondom, tán, ha kifújnád az orrodat. Így korán reggel. De ő akkor se érez. De nyalt citromot azt érzi. Hát mondom, akkor meg be van dugulva az orrod, maradj már. De azt mondja, és a covidos vagyok. Látod, hogy belénk tették az ideget? Na, mondtam, anyukám, ha covidos vagy, így két ótással, akkor is gyere ide, mert én nem tudok oda menni. Nekem itt a két kutyám. Én itt tudlak ápolni. Ott nem tudlak. Hát akkor ketten leszünk covidosok. Csörögét teszek, és iszom a kávém. Nagyon jó teszed. Nagyon jó a szöveges. Milyen szöveges? Szép napot mindenkinek. Simon István, én szép napot. Nálam húsleves, libasült, káposzta, dobostorta. Így ünneplem az 54. szülinapomat. Nagyon jól teszed, Zsuzsikám. Nálam székely káposzta lesz. A Facebook dobta fel a kérést, rákattintottam. Igen? Nem mondod, ilyen hülyeséget csinál? Hülye ez a Facebook, mi? Tiszta dinnye. Na, az van, hogy hétfőn nagyon gondolni Márti nénire. Erősen 485 ember, mert megrázom a pofonfát, ezt kiosztom. Be van gyulladva végestelen végig itt az alsó. Ugye ez korona, itt, amit látsz. Nem saját, maradj már. Korona, hát saját, mert megvettem, de hát korona. Barátom, úgy be van gyulladva, nem tudom, látszik, hogy itt be van dagadva a pofám, látszik hát. Itt végig. Na, szerinted? Most szedjek valami gyulladást, csökkentőt, vagy nem tudom, mi a szart. Volt már ilyen fölül. Az érdekes volt, mikor így késsel fölvágták fölül az innyemet, és ilyen tamponokat cseréltek benne minden nap. Úgy szeretném megismételni. Akkor voltam 20 éves, most 60. Annyira hiányzott, de annyira hiányzott, hogy nem igaz. Szia, Mártika, dotterném, szia, csillagom! Jó reggelt kívánok, Márti. Jó reggelt, Marianna drága. Jó reggelt, csillagbogaram. Einen wussen guten Morgen, Márta néni. Azaz, einen wussen guten Morgen. Dalachtig írás fel. Aha, biztos, fogalmam nincs, mit mondasz. Nagyon bírom, Márti néni, bearanyozza a napomat. Én? Dalacin jó rá. Mi a szar az a dalacin? Gyenge gyerek szar, vagy mi az? Kicsit duzzadt, nem veszélyes. Kicsit? Ez kicsit? Hát nézd már meg szemből. Itt végig be van gyulladva. Itt alól. A franc, aki megeszi, úgy fáj, majd szarok. De nem baj, kicsim. Figyelj, ha fáj, az jó. Tudod miért? Mert még élsz. Hitted volna?
Nem égész. Dalacin C3 mg-os rendbe hozza. Igen? Dalacin nagyon jó. Mindjárt felhívom Ibit, hogy hozzon egy dalacin. Szép napot kívánok mindenkinek. Marianna üdvözlöm. Einen wunderschönen guten Morgen, Márta néni. Hát ez hülye. Jobbulást. Dalacin gyulladás csökkentő. Antibiotikum. Én nem szedek antibiotikumot, csak az orvos elírja. Értem, és fájdalmas. Mi fájdalmas? Az élet, fiam. Hát akkor nem ugatnék, ha annyira fájna. Hát feszül, hát gondolom, be van gyulladva. Hát de miért ne? Te nehogy unatkozzak, ez csak azért van. Mert különben olyan dög unalom lenne az egész életem, hogy nem igaz. Picit látszik, hogy bedagadt, jobbulást kívánok. Dalacint írasson rá. Gyulladás csökkentő, receptre kapható. Igen, kiadják azt nekem recept nélkül. Kiadják, szeretnek ezek te, azt majd beviszem a izét. Kiadják, ezek olyanok te. Ezek olyanok, hogy kiadják. Szeretik Márti nénit, bemegyek, már röhögnek. Hát mondtam, hogy más is röhögött, mikor először látod, de azért ez, hogy ebből rendszert csinálnak, ez már azért vérlázító. Jó reggelt, jó házi pálinka rajta tartani és lenyelni. Dehogy nyelem le, hagyjál már. Én meg a házi pálinka. Dehogy kell nekem. Egy picit sok citromot tettem a kávéba, de majd jobban leviszi a hájat. Szeretem hallgatni. Édesem Csabáné, hallgat, két füled van, két el. Antibiotikum foggyulladás csökkentő. Ja, az mindig az élet fájdalmas. Jaj, az mindig az élet. Miért fájdalmas az élet? És a vényköteles? Mondom, hogy kiadják. Ezt beviszem a vényt hétfőn. Istenem. És ha meg kettőt kötelező. Adó, azt nem úszod, meg a halál. Azon kívül okos legyen, azt megoldod. Legyen szép napja. Nekem mindig az. Szia, Mátika, puszi Grácsból, nagyon bírla. Jó reggelt kívánok, Pupi Máté. Én Pupi, szép napot kívánok, Mátika, látszik, hogy be van. Ugye, hogy be van dagadva? Itt te. Itt. Hát, ha megnyomom, kiugrik a szemem, ne nyomkodjam, ennyi. Hagyjál már, legalább érzem, hogy élek. Maradj már. Mátika, nekem külön ír fel, fogorvos, be van gyulladva, és baktérium is van benne. Nem mondod? Hát még mik vannak benne? Kis német katonák? Vagy orosz katonák is vannak benne? Ne idegesíts meg. Tága Mátika feldobta a napomat, ne tessék. Krohamokszad szájöblítő. Mindent köszönök. Mennem kell. Hát drágám, itt nincs ilyen blokkolás, hogy jöttél, menj. Mi jöttél, azt mész? Jó reggelt azzal a munkatársammal, álmodtam, aki nagyon gonosz és utál. Már üldöz az álmomba is. Ugye már, de hogy üldöz, te foglalkozol vele. Még ha nem is tudatosan, tudat alatt. Nem biztos, hogy gonosz. Menj oda hozzá, azt kérdezd meg, hogy mi a bajod. Nem jutott még eszedbe? Menj oda hozzá, kérdezd meg, mi a bajod. Lehet, hogy csak nincs kivel beszélgetnie. Meg ne foglalkozz vele, összekodam álmodsz vele. Ma festeni fogok, Márti néni. Döglődtem 4 napig, most szeretnék valami szépet alkotni. Alkossál, drága Mariannám. Alkossál, csillagom. Az nagyon jó, az alkotás mindig jó. Mindig, gonyhába is lehet alkotni. Egy jót főzöl, de te fessél. Fessél, én most nem festek, mert nincs helyem. Ne röhögjél, mit röhögettől? Miért röhögsz? Melyik röhög? Hát miért nem lehet oda menni a kollégát, azt megkérdezni, hogy bajod van? Mondd meg, hogy mi a bajod, tudod segíteni? Hát én így szoktam kezdeni. Aztán, ha paraszt, akkor ott hagyom. Én nem állok bele, álljon bele a gerej. Jó napot kívánok, Márti, imádom hallgatni. Szép jó reggelt, Mártika, jó reggelt. Elhiszem, hogy szeretik Márti nénit. Ugye? Én is szeretem hallgatni, na ugye. Mondom én. Szép jó reggelt, Mártika. Itt szakad a hó. Ó, nem a Nürnberg.
Hát nálhozzánk nem jut el a hó. Kiesik nálatok. Kiesik magát a dunnyából. Hol le a nyót kirázza. Németországba ide már nem jut. Pedig alig várom. Még a kedv is más lenne. Nekem is be voltam dagadva. Zsája teja nagyon jó. Igen? Jó reggelt, Márti néni, kisemmel. Máriám, gyere le. Jó reggelt kívánok. Anikó, jó reggelt, drága. Flogozol, gyulladás csökkentő. Azt hiszem, az van itthon, várjál. De nem biztos, hogy az van. Márjál, fiam. Beviszlek a fürdőbe. Gyere velem, én se megyek sehova. Gyere velem, én se megyek. Ez az a flogozol? Ez? Ezzel van. El tudtam törni, vajon? Annyi eszem van, de amennyi látszik, nincs több. És ez hogy? Ezt igyam meg? Vagy csak öblögessek? Flogozol, van itthon. Ibi hozott. Gyulladás csökkentő? Várja, már megnézem, Margit. Nem jön? Nem tört el te. De ezek ilyen cseppek. És cseppencsek rá, vagy vízbe? Olvassam el. Erdélyből gyógyulás. Köszönöm, drága. Meggyógyul ez. Hétfőn megyek 11:30-re a fogorvoshoz. Ó, Márta, kérem. Művésznő. Pedig úgy volt, hogy csak januárba kezdi az alsót. Hát lehet, hogy most is úgy lesz, mert azt mondja, hogy erre valami antibiotikum kell, hogy levigye a gyulladást. Ugyanis, hogyha be vagy gyulladva, bármi által, innyet fogad bármi, hiába ad injekciót, ugyanúgy érzed, csak szólok. Ezt előbb le kell vinni a gyulladást. Hát én meg szombaton nem telefon. Várjál már, hagyj nyissam ki, ne begzáljál már, hagyja a bánatba. Milyen jó illata van. Mindjárt olvasom, hogy kell használni. Mindjárt elolvasom, hogy kell használni. Úr, de bosszúságom lesz. Szép jó reggelt kívánok, Márti néni. Nagykálóba, ott tanított anyám Nagykálóba. Jó reggelt, Márti néni, nagyon jó a korszodil, mentezés szájba, én is ezt kaptam. Fogorvos a patikába kapható. Öblögetni kell? Oké. Akkor öblögesse, öblögetek. Hát időmből kitelik, fiam. Annyi időm van, mint senki másnak. Szép jó reggelt, Mártika. Jó reggelt. Igen, Mártika. Mi igen, csillagbogaram. 598-an vagytok, nem látok mindent. Munkanélkül lettem a Covid miatt. Olyan jó, hogy van. Olyan elipszilonosi. Van, hallgathatom minden nap nagyon sok erőt. Édes csillagom. A Covid miatt lettél munkanélküli. Ó, maradj már. Azért lettél munkanélküli, mert munkanélkülinek kellett lenned. Mert nem az utadon voltál. Olyankor a jóisten elengedi a kezedet, így állsz, én is hány szó volt ilyen. Így. Aztán fogtam magam, leültem. Na mondom, akkor döntsenek fent, hogy legyen tovább, azt mindig döntöttek te. Nem a Covid miatt lettél. El ne hidd már, dehogyis. Dehogyis. Azért lettél munkanélküli, mert munkanélkülinek kellett lenned. De nem azt csinálod, amit csinálnod kéne. Vagy nem ott. Jó reggelt, Márta néni, jó reggelt. Igen, rászoktam, csepegtetem. Igen, én rászoktam. Mire? Mire szoktál rá? Megőrülök. Jelentem, Szatmár Németiben hideg van, fagyott. Itt is mínusz 5 fok van. Benn vannak a növények. Ó, hát engem hol érdekel, hadd fagyjon, megy a fűtés. Mi bajom lehet, őszintén mondd meg nekem. Hallgatom a meditációs, nem karácsonyi zenét. A YouTube-on, ha beütöd, de csak egy pillanatra mutatom meg, mert ez a szar letírt. Látod? Ottan van a... Ilyen karácsonyi kép van hozzá, szól a zene. Hagyjál már, mi bajod lehet? Melegbe vagy, üljél a seggeden otthon meg. Az nem csak torok fertőtlenítő, Márti néne flogozó. Én nem tudom, drága. Nem, esküszöm, el se olvastam még. De maradjál már, nincs is benne műleírás. Már nem? Ha én látné. Nátrium, edelát, bors, mentaolaj, levesabada, 1 mg-ban
30 vízmentes nátrium, fogalmam nincs. Azt mondja, külsőleg oldat, aftára, itt van, le van írva, hülye, flogozol, mire jó? Kéretik figyelni, flogozol. Aftára, az nem tudom mi, de az biztos fájhat, még a neve is szörnyű. Ingyulladásra, szájnyálka hártyagyulladásra, fekélyes szájüreggyulladásra, az milyen lehet. Torokfájás kezelésére, fokhúzás után, műfogsor használata esetén. Tessék, erre jó ez. Jó-e nekem? Csepegtet, de mennyit? Hát belerakom a fél üveggel, ezt előbb-utóbb csak elfogynám. Veszek még egyet. Nem volt benne semmi papír, látod? Semmi nem volt benne, hogy ez mire jó. De itt írjak itt. Na, jó van, mi a terv mára? Pupi, szép reggelt mindenkinek, szép reggelt. Fogamra. Be van gyulladva itt, látod? Be van dagadva. Itt végig. Ne törődj vele. De szép, micsoda édes. Az, hogy be van gyulladva a pofán, mondjuk, az szép. Szép reggelt, Márti néni, szép reggelt. Márti néni vattára csepegtessen bőven, és tartsa a fogán. Jó. Drága Márti néni, kisfiammal sok puszit küldünk önnek. Édes Évikém, csókolom a kisfiadat is. Ma van a névnapom. Barbara nap van? Hát, boldog névnapot kívánok az összes Barbarának. Barbara a nőren, Barbara az élen, s nincs ki ellenáll, mert Barbara kit elkap, az többé fel nem áll. Barbara vezérünk, követjük mindig őt, mert Barbara tadadam, tadadadadam. Koncsuzsi, úristen, mik jutnak eszembe? Mit tanített az anyukád Márti? Magyar történelem szakot, magyar történelmet tanított felsőbe. Fogalmam sincs, hogy kerültem ide, olyan kellemes a hangja. A mai terv kemencében sült csülkös káposzta. Oh, la, la. Nekem a korszodil segít, fülpiszkáló, belemártam, és azzal, majd úgy ecsetelem, én is föltisztítóra gondoltam. Na, mint bánom én azt, tehát ugye egy nap, hát hónap után már ott vagyok a fogorvosnál. Nem, én nem félek. Fél a bára, mitől? Hát nem lőnek le. Üdvözlöm, orvosok is ezt használják. Klorhexamed, évek óta ezt használom, öblögetni kell, és a cucc kifejti, nem, kifehéredik. Mi? Mi fehéredik ki? Akkor ruhára is jó? Öblögetni kell, egyszerűen kiköpni naponta többször. Ennyi. Igen? De édes vagy, Marian. Ahogy Márti néni, ahogy Zsuzsikám drága. Azt mondja, hogy a jó öreg Kamilla öblögetés nem az immunrendszer bombázni. Ha nem segít, akkor lehet majd daracin. Tényleg a Kamillát mondta a fogorvosom is. Sós kamillás víz. Tesküszöm, rohadjak meg, ezt mondta. Becsület Istenemre ezt mondta. Sós kamillás, az úgy elfelejtett, most jutott eszembe. Ha nem mondod, eszembe nem jut. Annyira utálom a kamillának az ízét, hogy elmondani nem tudom, de ha segít, akkor hajrá. De az nem hiszem, hogy gyulladás csökkentő. Igen, nem tudom. Barátok jönnek hozzánk, szaunázunk ebben a jó hidegben. Nagyon helyes. Köszönöm szépen, Barbikám drága, boldog névnapot, édesem. Szegfűszeg. De jó, hogy látom. Ó, hallatszik, hogy be van gyulladva. Susogós az es. Susogós az es. Pedig tudok vele rendesen beszélni. Á, kicsim, nekem nagyon-nagyon régóta. Én szerintem mióta kijöttem anyámból, én azóta fogorvosokhoz járok. Nekem ez a karmám. Amikor a kisfiam... Ezt nem is mesélem, ezt majd a YouTube-on elmondom. Itt nem mondom el, majd a YouTube-on. Igen, a kamilla gyulladás csökkentő. Ulala. Igen. Látod, milyen tudatlan vagyok? Pedig van itthon könyvem. Tehát le kéne venni, nem?
hogy ne csak a port fogja meg. Csók Máté néni, szép napot kívánok, nagyon szeretem Önt. De drága vagy. Szép reggelt kívánok, szeretettel Máté. Én is, drága piroskám. Várom ezt a nyomorult teszkót, még van 25 perce, nem? 25 van, 9-20. Még van 40 perce, több. 45. Nincs, 40. Hát matekból ne, belezavarodok. Hol az anyja kínjába van már? Mindent onnan rendeltem meg, a Tesco-ból. Én nem megyek be bevásárlóközpontba, megy a bánat. Az a millió ember, te úgy vásárolnak ész nélkül, mintha nem lenne hónap. De komolyan. Nagyon szép napot kívánunk, ölelés. Ölelés, drága, Esztikém. A legjobb fej tetszik lenni, nagyon függőjévé tett. Igen? Én? De hogy vagyok én jó fej? Néha szórakoztató, nem vagyok én jó fej. Kamilla utálatos íz, de gyulladás csökkentő hatása van. Jó, rendben. Gyulladás csökkentő. Érzéstelenén, de nem fáj. Viszont tele van gennyel, szerintem. Egy cigi kávé most. Nagyon helyes, Ildikém. Felébredt a kismenyem. Át is szólok neki, hogy jöjjön kávézni. Most ide meg majd jöttem, jó? Szevasztok! Szép napot mindenkinek!